Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Itt a legújabb egyblokkos túlélőben. De még mielőtt belevágnánk bármibe is, bizonyára feltűnt, hogy most ebben a videóban nem állok, ahogy szoktam, hanem ülök. Ez azért van, mert egy kicsit, lehet a hangomon is hallatszik, de megbetegedtem. Ezért sem tudtam sajnálatos módon ott lenni a most hétvégén megrendezett videós találkozón Egerben. Ezt nagyon röstelem, de ebben az időben, srácok, nem kockáztatunk, ha rosszul érzitek magatok, inkább maradjatok otthon. Most viszont vesézzük át, hogy mi volt az előző részben. Elkezdtük építeni a kis folyót, ami igazából egy tó lett, egy blokkos, két blokkos most már. Volt egy teknősünk, és meg is halt a teknősünk, mert öngyilkos lett a teknősünk. Kicseréltük a háznak az oldalait, vágtunk pár fát, haladtunk a küldetéssel, és most itt vagyunk. Ebben a részben pedig ugyebár azt terveztem, hogy meg kéne oldanunk azt, hogy tök jó, hogy ide tettük ezt a kis tavacskát, ami itt amúgy tök jó néz ki. Viszont az a helyzet, hogy ja, tényleg leestem. Mivel hogy az előző részben leestem, ezért most pótolnunk kéne a dolgainkat, mint például a csákányt, vagy a kardot, amit szerintem én kőből fogok pótolni, mert a vas egy kicsit, hát hogy is mondjam, drága lett manapság. Úgyhogy szerintem én most raftolok egy kardot, köszönöm, megraftolok egy csákányt, köszönöm, és a halacskával pedig elmegyek és ledőlök aludni, mert kezd esteledni. De hogyha már úgyis itt vagy, akkor miért nem csinálom azt, hogy megfogom ezeket a cuccokat, és végre elszem innen, mert most már eleget voltak itt. Mert ugye szépen lassan be kéne költöznünk a ház. Úgyhogy a sütőt betesszük ide, utána hozom a cseszteket is, szóval az eleje videónak a kb. Ilyen durva mód pakolásból fog állni. Gyönyörűséges kis hajót ide. Akkor ide is pakolunk, így. Na, és tök jó, és még ide is teszünk egy nagyon király, és akkor ahogy majd haladunk ide, föntre is fogunk majd pakolni. Még előtte át kéne hozni a cuccokat. Hú, de sokáig fog ezt tartani. Na jó, esünk túl rajta. Ha már itt vagyunk, akkor rendszerezzünk. Én nem nagyon szoktam rendszerezni, mert béna vagyok hozzá, de úgy hiszem, hogy most tökéletes rendszer lesz az, hogyha az egyikbe csak a blokkokat teszem, a másikba meg csak az itemeket. Srácok, ez tovább fog tartani, mint azt elsőre hittem, és lehet, hogy teljesen fölöslegesen pakolok oda be mindent. Hát szerintem én ezzel lassan felhagyok, mert nem akarom, hogy ezzel menjen el az egész rész, hogy én megyek ide, oda, amoda, oda, ide, oda, amoda, oda. Mert nagyon-nagyon sokáig tart, és még látjátok, hogy alig vagyok meg pár fával, pár cuccal, tehát hogy még mindig van egy csomó chest, meg amit kihagytam. Ja, meg hát ugye úgy rendszerezem, hogy egyes helyekre menjenek a kaják, meg minden. Na mindegy, ennyit tudtam rendszerezni, úgyhogy most ez van, amire én rájöttem itt az évek során az az, hogy nagyon éhes vagyok. Úgyhogy kellene valamit harapni, mondjuk almát. Arra jöttem rá, hogy amúgy az állatokat se ártana valamilyen úton, módon szaporintani. Úgyis volt kis gabonám, amit így elvittem, most nem fogom learatni ezért a termést. Volt nekem gabonám, ebből pont meg tudom etetni pár tehenemet. Hello, hello! Oké, okay. És akkor lesz kis tehén? Lett kis tehén, és egy advancementet teljesítettem is. Tudj! Hoppá, bocsánat, csirke! Következő módi pedig az lesz, ezt be kell vezetni oda. Na most, hogy ez hogyan fog sikerülni, azt meg tőlem kérdezzétek, mert nagyon érdekes úton, módon, mechanikával kell ezt megoldani, és hozok egy baltát, mert rájöttem arra is, hogy ez balta nélkül, hát így azért lényegesen megakad a munka. Nem fog működni, hogyha ott egy blokk van, mert szerintem a halak így is ugyanúgy meg fognak dögleni abban az egy blokkos vízben. Főleg gondoljunk bele, hogy egy delfin jön. Úgyhogy szerintem én megcsinálom azt, hogy két blokk mély legyen itt a víz, és akkor már nyugodtan bele tudnak folyni itt a jószágok. Igaz, hogy nagyon csúnya lesz, de nyá. Amúgy tök jó, hogy legalább ezek az itemek feljönnek a víz alól. Nope. Ez mondjuk pont leesett. Na mindegy, fából van egy csomó. A földdel kell nagyon vigyázni majd. Meg magammal, persze, hogy le ne esek, nehogy úgy járjak, mint a múltkor, mert emlékezzünk, hogy jártam a múltkor. Figyeld, ott jön föl valami. Figyeld, ott jön föl a blokk, ami leesett. Halló, blokk! How is you? Na és nézd meg, megint megy le a nap. Mm,
Ez egy kicsit paracsa, akkor most mehet a nagy blokkletétel. Ezt nem tudom, hogy jött össze, de kijutom. És ha minden igaz, akkor kész is van. Na, és így most már, hogyha itt kiütök valamit, akkor ha minden igaz, állatok, vagyis hát ezek a delfin, meg az ilyen hasonló cuccok nem fognak lepotyogni. Legalábbis én ebben bízom, de hát meglátjuk, úgyhogy haladjunk, és üssük szerintem a blokkokat, amilyen gyors ütemben csak tudjuk. Ilyen szerencsétlen, te hal! Áruld már el, hogy lehetsz ilyen szerencsétlen, hogy amint... Egy cseszti! A víz alatti cseszti. Ó, ez jó lesz! Tudom is tovább folytatni itt a vízi világot. Éj, de szép! Odassam, miért csoda szépség! Majd persze idővel, remélhetőleg, ki tudjuk cserélni itt az összeset ilyenre. De arra még várunk egy keveset, hogyha nem haragszatok meg. Várjál, mert van még így ilyen korallom. Korall. Ide. Eddig nekem ez a szint tetszik a legjobban. Hát tök jó hangulatos, feelinges, nem? És azt mondták, hogy attól, hogy ez még itt van, itt még simán le fognak menni a cuccok. De remélem, hogy nem lesznek ilyen bugyuták. Oh, pont az első hal. Érted, egy pufferfish is jön ide. Jön ide. Legalább hogy vegyem ki a cuccokat. Egy ferit ekkora izét csinált ide. Ilyen felhajtást. De mindegy. Legalább valami már úszik a vízben. Legalább. Halló, ott úszik. Jaj, de jó az első vízi barátunk. De jó. Itt amúgy bevizezem ennek az alját, mert nagyon idegesít, hogy ott nincs bevizezve. Így. Most már szép. Legalább már valami élet van a vízben. Nem sok tény és való. De legalább valami már úszik benne. Hát nézzétek meg. Hát már olyan, mint a henger! Puha! Nem! Ne! Azt a kutya mindenségit neki, nézd meg, ez meg bezzeg nem hal meg. Az meg bezzeg egyből beesik, de legalább itt egy kis gyémánt áldódat, te. Nézd, mi a fene itt? Miért nem tudok én itt átúszni? Na még. Oké. Elláttam a baját ennek a lurkónak. Most pedig kiszedem a gyémánt. Gyémánt! Úristen, ezt egy megtisztelt helyre kell letenni. És persze, itt amit még összeszedtem, azokat is letesszük. Viszont eszünk almát. És kiszedjük a gyémántot, ez az baj. Végre valami jóság. Ezt egy megtisztelő helyre eltesszük. És hát haladjunk tovább. Ó, Istenem! Ostoba szivacs! Ostoba tuskó szivacs! Viszont van egy csomó vasam, amiket meg is fogok, le is teszek. Vagyis, hogy nem leteszek, hanem beteszek. Nem mindig vagyok tisztában ennek a víznek a működésével. Ez a fránya szivacs, hogyha nem jött volna, remélem több nem is jön belőle. Egy bőven elég volt. Oké. És ez mi? Ezt szeretném én tudni, hogy ez mi? Jó, és akkor most szedjük ki a szivacsot. Remélem több szivacs nem lesz, mert én még egyszer ennyit szenvedni ezzel nem akarok. Viszont most már jönnek a vasak. Ne csináld már! Oh my god! Nehogy beleugorj a vízbe. Gyorsan beteszem a vasakat. Most, gyerünk! Csak én meg te! Gyerünk, Guardian! Gyerünk! Támadás! Ne! De ennek nem kéne életben maradnia, nem? Puh. Csak a vízbe ne ugorjon be. Ne! Hát még te is ellenem vagy, Puffer! Hát kenyeret adtam a szádba! Hát birodalmat adtam neked! Mit tettél? Ne már, Puffer! Úristen, ne! Rám tette a rontást! Na jó, ez így nem fog menni. Ez így nem fog menni. Ne! Isten akardom? Azt a kulimájszát neki. Ne már. Ha, 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 ha. Oké, okay, na most kapd el. Ezt kapd el, ne anát hát. Te, az Isten verjen meg. Te, hogy pusztuljál meg. Na végre, az Isten itt neki. Hú, hát nem volt ez egy egyszerű dolog, de amúgy ezek miért dobnak halat? Régen halak voltak, vagy mi? Mining, de jó, te. Na, tehén, van normális tehenem? Van. Köszönöm szépen. De jó, mondtam én, hogy kelleni fog még ez. Megvan még a halam? Ott úszkál. Hát nagyon szép, tisztességesen elkezdett engem üldökölni. Öcsém, na jó, akkor ezekre vigyázunk, aztán szedjük tovább.
Azt a 7 centségit neki! Azt a 7 centségit neki! Direkt, ez biztos vagyok benne, hogy ez direkt van így megcsinálva, hogy ennyi sponge jöjjön egymás utánba. Gondold el, hogyha most visszavödröztem volna. Elég csak így ilyen tessék-lássék módszerre, azért, mert ha jön még ilyen csúnya, akkor az kiszívja. Most erre a vízis állatos dologra így megcsinálom, aztán meg itt elzárom itt a vizet, mert felesleges lesz, hogy itt legyen. Te csináld már! Delfin, ne! Ne! Az isteni teked! Az isteni! Hát milyen nagynak kell lennie itt a vízi birodalomnak, te? Hát ennél nagyobbra már hogy csináljam meg? Most őszintéből kérdem. Ennél nagyobbra nem tudom már megcsinálni. Hát már nekem is se lesz területem. A delfin, de miért pont a delfin? És lehet soha többet nem kapok majd delfint. Tessék, most már olyan medence van itt, hogyha ebben valaki leesik, vagy nem éli túl, én megeszem a kalapomat. Ó, de jó! Szépítkezem neki itt a cuccokat, ő az egyetlen, aki túlélte, és ő az egyetlen, aki engem meg akar ölni. Mármint, hogy rendeltek máson kívül, de hogy nézd meg, hogy én gyakorlatilag birodalmat adtam neki, az egész víz az övé. De ő az egyetlen, aki jön, és megöllek, megöllek, gonosz vagyok, megöllek. Hálátlan dög. Ez direkt volt! Ez biztos Isten, hogy ez direkt volt! Hogy ne tudjam megtartani a delfint! Hát mi kell ahhoz, hogy megtartsam? Hát az isteni! Nem, utálom, ez a vízi rész, ez egyszerűen gyűlöletes. Biztos, hogy lesz ennél rosszabb, például a netörös. De ez gyűlöletes, hogy pont akkor, pont abban az 1/10 másodpercben, amikor delfin jön, akkor jön a szivacs is. Direkt így rakta össze, hogyha véletlenül nézek, már tök nagy területet vizezek le meg minden, nem, neki direkt szándékkal akkorra kellett időzíteni a delfint. Biztos vagyok benne, hogy ez direkt volt. Tessék, már csak ennyire. Csak ennyire. Érted? Már nem is akarok bele több effortot tenni. Így is úgy is, tök mindegy mit csinálok, így is úgy is megdöglenek. Jó, oké. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez a rész, ez ennyi volt. A szivacsokon fölidegeltem magamat. Kösz, hogy itt voltatok. Ez nagyon köszi, hogy végignéztétek. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok. Föllejtsétek meg a leírásról, kaphatok a menő zsidó cuccok. Sziasztok!